Aggasztóan rövid a szakképzési reform megvalósítására szánt idő, ráadásul még elfogadott ütemterv sincs. A többi közt ezzel magyarázta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a Szakképzési Innovációs Tanácsból való kilépést. A PDS közleménye emellett azt is jelezte, nincs összhang az oktatás irányítás szereplői között, és a korábbi reformok elemzése is elmaradt. A szakszervezet azt is sérelmezi még, hogy a szakképzési stratégia nem foglalkozik a humán területen folyó szakképzéssel, mint ahogyan egyéb területek szakképzései is kimaradtak az átalakításból. A szakképzés 4.0 stratégiát idén fogadta el a kormány, így 2020. szeptemberétől a mostani szakgimnáziumok 5 éves technikummá, a szakközépiskolák pedig 3 éves szakképzőiskolákká alakulnak. Szűcs Tamás a PDS elnöke a vendégem, én pedig megnyugodtam, mert van önön kitűző, igen, és ellenőrizte is, hogy megvan-e, akkor ezek szerint visszatér a szakszervezeti lendület, és hogyha jön az iskola kezdés, akkor természetesen önök jobban hallatják a hangjukat? Igen, ez egy olyan időpont, amikor erre szükségünk is van, két akcióval is indulunk, nem olyan utcai jellegű teljesen, az egyik egy országos tantestületi értekezlet 31-én, ahova sok szakértőt összehívunk, Facebookon élőben fogjuk közvetíteni, majd pedig átvonulunk a tiltakozásra, ugye lesz egy a köznevelési törvény módosítása ellen, és egy alternatív évnyitó sorozatot is elindít a PDS, minden évben mostantól alternatív évnyitót rendezünk egy-egy olyan városban, ahol mozgás van a kormány részéről és oktatási területen, és ott egy megpróbálunk az a valóságról beszélni. Na akkor meséljen erről, ez melyik város idén? Ez most egy bizarr, én onnan származom Miskolcról, és Miskolcon nagyon érdekes, egy iskolaigazgató Veres Pál fogja megkezdeni, ugye ő lesz a polgármester jelöltje a civileknek, és őt is igyekszünk bevonni, minden szegmense meg fog szólalni az oktatásnak, az óvodától, a középiskolák végéig a szakképzésig, és azt reméljük, hogy itt erre figyelem irányul, és azt reméljük, hogy egy kicsit... Na igen, Szűcs úr, de most ebben a pillanatban, amit most nekem elmondott, és megpróbáltam összetenni ezt a képet, ez azt jelenti, hogy a szakszervezet, tehát egy szakmai szervezet, az nyíltan politikailag állást foglal akkor, hogyha mondjuk van egy kormánypárti jelölt egy önkormányzati választáson, egy ellenzéki jelölt az ellenzéki oldalon, önök pedig csinálnak egy évnyitót az ellenzéki jelölttel. Nem. Meg egyik vendég, egy iskola igazgató, aki el fogja mondani a véleményét az oktatásról. Tehát abban a programban, ami készülődik az alternatív évnyitón, annak egy töredéke hogy egy iskoligazgató beszélni fog, aki mellesleg indul egy polgármester. Igen, na itt van akkor a kérdés, hogy ez a mellesleg-mellesleg-e? Mert egyébként ő az ellenzéki polgármester. Miskolcon nem mellesleg, mert Miskolcon én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy jó lenne az ő személye beleértve saját magamat. Megértettem, de akkor ez azt jelenti, hogy a PDS elnöke most egy stúdióban az ellenzéki jelölt mellett tesz hitet ebben a pillanatban, innentől fogva nekem nem mondja azt, bocsásson meg, hogy 6 héttel a választások előtt, az önkormányzati választások előtt, hogy gyakorlatilag ez egy politikai kifejező. Egészen biztos, hogyha Bányász lenne a jelölt, akkor nem hívtuk volna meg, mivel oktatási szakember oktatáshoz ért, ezért hívtuk meg. Megyünk tovább a programokban, de hadd kérdezzem még egyszer, meg nem lett volna szerencsésebb esetleg politika semlegesebbnek mutatkozni? Akár másik város találni, akár másik oktatás, olyan szervezőt vagy iskolaigazgatót, aki nem ért egyet mondjuk a kormány politikájával, de mondjuk nem az ellenzékiek polgármester jelöltje? Kíváncsiak vagyunk egy oktatási szakember véleményére, aki remélem bölcs dolgokat fog tudni mondani erről. Rendben van. Azt mondja, hogy lesz egy nagy tanácskozásuk, de a tanácskozástól mit várjanak az emberek? Tehát átvonulnak utána, tehát önmagában a demonstrációnak valamilyen módon a része, de miről tárgyalnak, miben állapodnak? Azt várjuk, amelyet most is megkapunk, hogy ha élőben közvetítjük azokat a szakembereknek azokat a nyilatkozatait, amelyekkel ott találkozni lehet, akkor egy kicsit tájékozottabbak lehetnek az emberek. Nem tudunk többet remélni tőle most, és koncentráljuk azokat a gondolkodókat az oktatásról egy-egy helyre. Szintén ez egy budapesti évnyitónak is felfogható, ami szükséges szerintem, hogy valamilyen szinten kommunikációs szempontból ellensúlyozva legyen mindaz, amit az oktatásról hallunk a kormány részéről. Kiléptek a Szakképzési Innovációs Tanácsból. Miért? Azért előre bocsátom, hogy ez volt talán az egyetlen olyan kezdeményezés mostanában, amely viszonylag demokratikusan indult, Pölöskei Gábornéhez kötődött. Egy éven át dolgoztunk benne, a PDS volt talán az egyik legaktívabban 40 tagból. Azért lépünk ki, mert egy olyan szakaszába ért
az itteni munka, ahol úgy gondoljuk, hogy már nem nagyon tudjuk befolyásolni az eseményeket. Tehát az ötletelés, az alapdolgokat elindítottuk úgy, hogy nem minden elképzelésünk valósult meg, ez kétségtelen, sem a szereplőknek, sem szerintem mindenki korlátokba ütközött, és onnantól kezdve pedig azt tudom mondani, hogy nem tudjuk a nevünket adni ehhez a történethez, mert alapdolgok hiányoznak. Úgy az mi? Egyik egyértelmű, nincsen összhang az EMMI és a szakképzés között. Ha a közoktatás egészen nem alakul át, akkor a szakképzésnek az egyre lefelé nivelláló rendszerét nem lehet újraépíteni. Légüres térben mozog. Nincsen kapcsolat, ezt elég jól láttuk. A másik, bizonytalan a finanszírozás. Abból látszott például, hogy egy ösztöndíjban elég komoly összegekről volt szó, amit a szakképzésben tanuló diákok kapnának. Ehhez képest az összeg alaposan elfogyott a végre, de ezek azért nem fix összegek voltak, csak lehetett látni, hogy fogy a pénz. Nincsen ütemterv, egy olyan ütemterv, többször neki szaladt már a kormány az információink szerint, de nincs egy ütemterv, és a legfontosabb, hogy egy éven belül ezt el kellene fogadni. Tehát megint jönnek azok a szokásos, de jogos érvek és kérdések részünkről, hogy mi az, hogy nincsen egy olyan elfogadott ütemterv, amelybe bele lehet tenni ezt a szakmai megújulást. Ha kapkodnak egy reformban, akkor kontraproduktív is lehet. Ugyanakkor például a költségvetés az mindig egy ütemterv, mert mindig megállapítják, aztán a végén kiderül, hogy van-e tartalék, vagy nincs tartalék. Önök találtak tartalékot, és természetesen saját magukra költenék. Mekkora pénzt találtak, ami egyébként úgy gondolják, hogy az oktatást illetné? Az oktatást több száz milliárd forint kellene, hogy illesse, tehát ez azt jelenti, hogy akár 2-300 milliárd forint is szükséges lenne ahhoz, hogy a béreket, főleg az induló béreket súlyozni kéne, oda tegyen a kormány, az oktatáspolitika tegyen pénzt. De nagyon akkor lesz. Hova? Tehát fizetésemelésre? Hát én azt gondolom, hogy itt, amikor arról beszélünk, ezt többször elmondtam, hogy 135 ezer forintot keres nettó egy kezdő tanár, miközben persze az államtitkár azt állítja, hogy 203 ezret, de 135 ezret, akkor nincs miről beszélni, nem fognak jönni a fiatalok. Oké, az ön által 135 ezernek mondott fizetés, amit egyébként valóban a kormányoldal magasabbnak mond, azt mennyire emelné meg? Tehát mennyire emelné meg, amikor azt mondaná, hogy akkor van pálya megtartó ereje, nem megy el a pedagógus, nem kezdi el az egyetemét úgy, hogy tudja, hogy a végén úgysem lesz belőle tanár? Tehát mennyibe emelné meg? Ha csak arra gondolunk, hogy Nyugat-Európában is probléma, ahol jobbak a fizetések, akkor azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon meg kéne emelni. De a magyar realitás az, hogy legalább legyen egy diplomás indulóbér, amely garantálja azt. Én azt gondolom, hogy ha ma 134 ezeren áll, akkor én azt gondolom, hogy egy 250 ezer nettóval kellene, hogy kezdjen, induljon egy tanár, különben... Most egy 80%-os fizetése van. Ez így van. És mi van akkor, hogyha ez nem működik, mert ugye a szakszervezet néha tárgyal, néha sztrájkol, de amikor azt mondta, hogy például azért léptek ki ugye ebből a bizonyos szakképzési innovációs tanácsból, mert nem sikerült megvalósítani az EMMI felé sem az önök álláspontját, akkor hadd kérdezem meg, hogy mi az a markáns dolog, amit sikerült eddig. Mert a tiltakozásaikat látjuk, de hogy mi az, amit azt mondja a pedagógus társadalom, hogy önöknek köszönhet? Most hirtelen az elmúlt egy évből nagyon nehéz azt, hogy információt adunk, de annak idején a 2016-os tanárlázadásnál azért köszönhetett egy-két dolgot szét, a működtető és a fenntartó összekerült, több dolgot. Akkor azt kell mondjam, hogy a 7 éves tovább, tudnék azért sorolni konkrétumot, a 7 éves... Fizetést emeltek, bonyolult. Tehát az önök küzdelme emelt már fizetést? Tehát amikor azt mondta például a minisztérium, hogy mi azért emelünk fizetést, mert látjuk, hogy a szakszervezet, bármelyik szakszervezet. Nem így fog ez történni, bár kétségtelen, hogy erre az őszre, azt gondolom mindenhogyan, és megint be kell hoznom a politikát, az önkormányzati választások előtt kellene egy akció, de hát mi meg vagyunk kötve a jogi háttérrel. Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság talán akciót indít, de mi most ott nem működünk. Nem tudok választani, most kellene az önkormányzati választások előtt egy erőteljes fellépés, és együtt kellene fellépni. El tudnánk képzelni egy olyan, ahogy ön mondja, alternatív iskola kezdést, ahol az önök alternatív iskola kezdője főszónoka egy olyan iskolaigazgató, aki egyébként Fidesz-KDNP képviselő? A jó szakember, én azt is el tudom képzelni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk ma reggel. Visszatérünk még rá a témára. Természetesen sokat fogunk erről beszélgetni, az iskola kezdésig. Szűcs Tamás, a PDSZ elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen. És köszönöm.